vigyál, jó barátom, néked ezt kívánom, megint már még torkos kutya, pénteken és szombaton is, kis széken és nagy széken is. A Cinege népdal éneklési verseny következő fordulójára próbálnak a Muslinca kódus tagjai. De másik apropója is van a jókedvű dalolásnak. Erről mesélt Rács Róbert kórusvezető, a Kilányi Péter halála óta látja el a csoport vezetésével járó feladatokat. Van a kórusnak egy különleges másik felkérése is. A szekszárdi Blues Travel Band ötlete alapján és a Művődési Ház igazgató ötletének, illetve felvetése, Berlinger Attila felvetése alapján a kórus megkérdezése után úgy tűnik, hogy mindenki vevő volt az ötletre, hogy ilyen rendhagyó módon egy ugye mi alapvetően bordal kórus vagyunk, és lesz egy ilyen közös koprodukció, Rosé Blues című szerzeményben fogunk részt venni, ha minden igaz, lesz egy ilyen videoklip, és erre is készülünk jelen pillanatban. Lányi Péter távozása nagy űrt hagyott nem csak a kódus, hanem a város életében is. Az, hogy a Dalárda Péter halála után tovább él, az maga egy csoda, tette hozzá Rács Róbert. Hál' Istennek a Péternek is ez volt a felkonfia fellépésekkor, meg most is ugye szlogenünké vált az ő mondata, hogy ugye a hangunk szárnyaló, de a torkunk se kutya. Na most azért a bor szeretette azért egybe tartja a társaságot, tehát mi összejárunk egyébként is, kóstolgatjuk egymás borait, és tehát ez alapvetően azért egy vezérfonal a dologba, és hát jól érezzük magunkat, és szeretünk együtt énekelni. A megyében nagyon sok helyre hívnak bennünket, de jellemzően most már például 3 éve is részt veszünk a Budapesten az Újpesti Borfesztiválon. Szekszárdi szüreti napoknak rendszeres résztvevői vagyunk. Tagja bárki lehet a kódusnak, ha a következő kritériumoknak megfelel. Hát aki be tud illeszkedni, és a mi kritérium elvárásainknak megfelel, de igaziból különösebb így nincsen. Tehát ha valaki szereti a jó társaságot, a jó borokat, és jó kedvű, jó szeret énekelni, akkor tártkarokkal várjuk a kórusba. Lányi Péter távozásával volt egy radikális csökkenés, létszámcsökkenés a kórusba, és mindenféle fórumon próbáltunk tagokat szervezni, tehát Facebookon is például, és azért volt egy ilyen 10-15 új fő, aki bejött, amiből azt mondhatjuk, hogy egy 7-8 megmaradt. Tehát elég sokan. A jelenlegi 20 fős létszámunk, 20-25 fős kórus létszámhoz képest. A kórus vezetősége és tagjai Lányi Péter halálának első évfordulóján vetették fel az ötletet, hogy ne csak koncerttel emlékezzenek meg rá, hanem alkossanak is valami kézzelfogható emléket a számára. Először a síremléket szerettünk volna a temetőbe, a családi sírbolt helyén viszonylag jeltelen helyen pihen jelen pillanatban Péter, és utána kinőtt ebből egy olyan gondolat, hogy állítsunk meg egy emlékművet. És ez a dolog jelen pillanatban ott tart, hogy ugye nem olyan régen volt a Lányi Péter halálának 5. évfordulója alkalmából megrendezett emlékest a Művészetek Házában, és ott ezt a szórólapot mindenkinek a kezébe adtuk, és arról van szó, hogy Péternek egy emlékművet szeretnénk állítani a városban, a Liszt téren, a Zöld Városok projekt keretében, ugye az egész belváros felújításra kerül, és ott felállítanánk mi egy emlékművet. A szobor elkészítésére Fuss György szobrászművészt kértek fel a kórus tagjai. Az idő halad, és hát már sajnos ugye 5 éve, hogy meghalt Péter, és hát egyre, hát hogy mondjam, sürgetőbb, ha így vesszük, hogy ne merüljön feledésbe, mert nem is fog ő szerintem, mert azért egy olyan emblematikus alakja Szekszárdnak, hogy mindenképpen fontosnak érezi
az Egyesület. Ugye egy alapítványt hoztak létre, hoztunk létre, mert én is még korábban, mint Muslinca tag, ugye nagyon élő bennem is az összes próbák, a fellépések, azt gondolom, hogy nagyon, nagyon fontos emlékek, és hát bennem azért nem feltétlenül csak a Muslinca időszak, hanem mint zenemű, zongoraművész, mint tényleg egy olyan fontos alakja a városnak, azt gondolom, a zenei területen, és hát másik területen is, hogy őt úgy gondoltam, hogy ha már van egy ilyen kezdeményezés, és mondjuk én ilyen kötődésem van, akkor talán meg tudok egy olyan emlékművet fogalmazni, amiben azt gondolom, hogy benne van, minden alakja benne van. Végleges megoldás még nem született meg arra, hol álljon majd a szobor, hiszen a tér is átépítés előtt áll, de az ötletek megvannak, és rövidesen megszületik az elhelyezésről is a végleges döntés. Ugyan nem igazából hoztam ezt még, vagy mondogattam mindig, de bennem azért az a három zongoraművész él itt, a Tész Laci, Husek Rezső bácsi, meg ő, akik azért így együtt egy olyan fontos, nem tudom, minden eszekszárnak itt a zenei területen, amiben valahogy úgy, ugye ebben a kis emlékműben ők is benne vannak nekem is. És hát semmiképpen nem arról szólt, hogy itt egy figurális dolgot kell létrehozni, vagyis egy ilyen portrészerűséget, hanem valami kicsit elvontabb, valahol a zongorára utaló elemekkel szeretnék létrehozni egy ilyen visszafogottabb, de mégiscsak rá jellemző munkát. A kő megvan, a feladat az, hogy haza kell szállítani, mondja Fúz György. Akkor azonnal munkához tudnék látni. Ha az anyagiak tekintetében és a hely kiválasztásának ügyében is előre tud haladni az ügy, a Muslinca kódus nagy terve Lányi Péter szobráról az ősz folyamán megvalósulhatna.